Ma délelőtt már álltak a rendezvénysátor fő elemei a Sokadalom hagyományos helyszínén az Angol Parkban. A sorban 19. rendezvényen találkozhatunk majd népzenei, világzenei koncertekkel, gyermekprogramokkal és hagyományőrzőkkel. A főszerepet pedig a néptánc kapta. A hétvége alatt közel 500 táncos lép a Sokadalom színpadára. Vendég lesz a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, a Táncművészeti Főiskola néptánc szakos hallgatói, környékbeli gyermek és ifjúsági együttesek, a házigazda Kenderke művészeti csoportjai, valamint az öreg táncosok is itt rendezik meg találkozójukat. A szervezőket arról kérdeztük, hogyan telnek a hétvégi esemény előtti napok, és milyen újdonsággal egészül ki most a program. Jó ízű munkával, egy csapatmunkával, hát munkaidőt nem számolunk ilyenkor, egy családdá válunk, vagy egy ilyen nagyon jó csapattá kell válnunk ahhoz, hogy ezt emberiséggel ki tudjuk bírni jó érzéssel. Mindenkinek vannak csoportjai, illetve fellépései, akikre kell figyelni, ez maga egy ajándék tőlünk, a felkészítő tanártól, vagy ha részt vesz valamilyen programban, ugye a játszósok, vagy én magam a ringatóban, az is egy külön ajándék. Én készülök nagyon a tűzugrásra, idáig a kollégáim szervezték, most én kaptam meg, úgyhogy nekem ez lesz a nagy izgalom. Szent Iván éjjelén tüzet gyújtottak több helyen. Ez egy nagyon ősi szokásnak az átöröklődése. Nagyon szépen látszanak benne a kultúrák egymásra rétegződése. Több ezer évtől kezdve a folyamatosan jött új szokások, új pár száz éves szokások is benne vannak. Én azért szeretem, mert szeretem, hogyha valaminek nagyon messzire nyúlik vissza a gyökere. És hát az, hogy a legvilágosabb napon rakunk tüzet, annak egy nagyon-nagyon ősi, szép üzenete van. A program június 15-én a helyi óvodák bemutatójával 15 órakor kezdődik, később a megnyitó után a Városi Művészeti Díjak ünnepélyes átadására is sor kerül. A hétvége alatt több hagyományőrző csoport is érkezik Tatára, akik saját falujuk népi értékeit teszik közkincsé, az estéket pedig a szokásos táncház zárja.